2018-ig mindenkihez elérjen a gyors, szélesávú internetszolgáltatás hazánkban, valamint fejlődjön a lakosság digitális kompetenciája, a Szabolcsi megyeszékhelyen indult el a kormány digitális város programja. Laptopokat is használnak a 7-es diákok a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményében. Nagy segítséget jelent az oktatásban a digitális fejlődés, Roma Ádám fizikatanár szerint. Az interaktív tanórákon a feladatokat is a gépeken végzik a tanulók. Így például egy fizika órán az informatikai készségeket is fejlesztik. Úgy gondolom, egyre ügyesebbek a tanulók, tehát mint minden dolognak, itt is akkor lesz úgy gondolom, hogy hasznos és eredményes a munka, hogyha gyakran használjuk ezeket a számítógépeket. Úgy látom, hogy a gyerekek nagyon szívesen dolgoznak vele, már alig várják, hogy ilyen óra legyen. Amellett, hogy fizikát is tanítok, informatikát is tanítok ebbe az iskolába, úgyhogy informatik órán azért az asztali számítógépeket használjuk, de mégis örülnek neki, mert azért egy laptop azért mégis másabb, mint egy asztali számítógép. A diákok a házi feladatot is e-mailen küldik, így otthon is fejlesztik a digitális tudásukat. A digitális jólét programban Nyíregyházát választotta a kormány mintavárosként. Elsőként itt kezdődött a digitális fejlesztés. A Magyar Telekom több mint 500 milliárd forintot költött a vezetékes hálózat fejlesztésre, így további 8300 háztartás számára vált elérhetővé a szélessávú internet, de a mobil hálózat lefedettsége is meghaladja az országos átlagot Nyíregyházán. A megyeszékhelyen a kompetenciafejlesztés is nagy hangsúlyt kapott fiatalok és idősek körében egyaránt. Digitális mintaiskola fejlesztés is indul 2017 évelejétől, szintén Nyíregyházán a Krudi Gyula gimnáziumban. A projekt egyik fontos eleme, hogy az egész oktatást digitalizálják és fejleszték a diákok digitális készségeit. A témát folytatjuk itt a stúdióban. Tanyiné dr. Kocsis Anikó, a vendégem, főiskolai docens. Jó estét kívánok! Ma már azt szokták mondani, hogy az, aki készségszinten nem ért a számítástechnikához, nem ért az internethez, az funkcionálisan analfabéta. Mit jelent az, vagy hogyan fogalmaznánk meg azt, hogy készségszinten érteni a számítástechnikához, az internethez? Először is én úgy gondolom, hogy a digitális kompetencia fogalmát kellene tisztázni. Ez egy mondattal kifejezve nem más, mint az elektronikus médiának a kritikus és magabiztos használatát jelenti szabadidőben, munkában és a kommunikációban. A meghatározás nem tőlem származik, hanem egy európai uniós keret referencia anyagból származik, amely 8 kulcs kompetenciát fogalmaz meg, és ezek egyike, ez a digitális kompetencia. Na most, mint minden kompetencia, ez is 3 összetevőből áll, ez az ismeretek, a készségek és az attitűdök szintje. Hogyha részletesebben ezt megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy az ismeretek szintjén 2 fontos összetevője van ennek. Az egyik az, hogy szöveget, információt tudjanak előállítani a polgárok, a lakosok, így a gyerekek is tulajdonképpen, nevesítsük most már. Beleértve tehát a táblázatkezelők, szövegszerkesztők használatát, adatbáziskezelők használatát, és ahogy említettem, van egy másik oldal, amely az internetes kommunikációra vonatkozik. Tehát magyarán ez magában foglalja akár a egyszerű információ visszakeresést, de azt is, hogy mit tudom én, használja a Skype-ot, kommunikál, és hát web2-es szolgáltatásokat is tud használni. Gondolok itt például a blogra, akár blogot írhat egy gyerek például. Hát nagyon sok összetevője van. Így van, nagyon órákig tudnék erről a részről beszélni. Van is ennek egy nagyon komoly fejlesztési szándék emögött, Európai Uniós és kormányzati fejlesztési szándék is van, egy Európai Uniós menetrend. Mit így tartalmaz van. Ez? Ez az Európai Digitális Menetrend című projekt. Ez azt a célt szolgálja, hogy elsősorban széles sávot építsek a különböző tagországokban. Ilyen számok vannak meghatározva, hogy például 2020-ig a háztartások felében például legyen 100 megabájt per szekundumos sebességű, sávszélességű internetellátottság, és hát nagyon nem mennék bele, de itt nyilván le vannak fektetve ezek a keretszámok, hogy hova kellene eljutnunk. Én úgy gondolom, hogy több ilyen fejlesztést látunk most, és hát a bejátszásban is láthattuk, hogy ennek ékes példája az, hogy itt Nyíregyházán is hasonló fejlesztésbe fogtak. Azt mindenképpen elmondom,
mondanám még, hogy az emberi erőforrások fejlesztése program keretében most 34 milliárdos fejlesztés fog megvalósulni a közoktatásban, amely elsősorban eszközbeszerzésre vonatkozik, de nem csak erre, hanem például szoftverek beszerzésére, illetve digitális tananyagok előállítására. Tehát picit tovább is léptünk már. De elindult már ez a folyamat egyébként korábban, és önök az egyetemen a képzések során látják azt is, hogy mi a gyakorlati tapasztalat, tehát a pedagógusok mit mondanak, elérhetők-e ezek az eszközök számukra, és akkor kezdjük ugye az alapoktól, hogy az oktatásban, a köznevelésben kell elkezdeni ennek a készségnek a fejlesztését. Igen, ez a bizonyos Európai Uniós referencia keret, amire utaltam, ez egyértelműen meghatározza azokat a felületeket, ahol el lehet sajátítani digitális kompetenciát. Nyilván köztudott, hogy ez az általános oktatásban valósulhat meg, a közoktatásban. Tehát gondolok itt az általános és középfokú oktatásra. De megad még három felületet ezen kívül is, itt ez a felső oktatás természetesen, illetve a felsőfokú szakképzés és hasonló típusú képzések, illetve a valami oknál fogva lemaradott csoportokat is megcélozza, és a sajátos nevelési igényű gyerekeket is. Na most visszatérve, természetes dolog az, hogy elsősorban a közoktatás során tudjuk ezt mindenképpen beépíteni, és hát itt elhangzott a kérdés, hogy vajon nekünk mi a tapasztalatunk. Én azt tudom elmondani, hogy a hozzánk érkező hallgatók, tehát az egyetemen oktatom ugye az általános informatikát, lehet azt mondani, hogy nagyon sokfajta féle szakon, tehát osztatlan tanárképzéses hallgatóknál, mester és alapképzéses hallgatóknál. Itt elsősorban azt tudjuk elmondani, hogy megfelelő digitális írástudással rendelkeznek ezek a hallgatók. Na most mindenkinek más a háttere, azt azért tapasztaljuk mi is, hogy hiába Y-net generációhoz tartoznak ők elsősorban, azért vannak hiányosságok. Tehát vannak gyerekek, akik úgy érkeznek ide, hogy általában szövegszerkesztés, és tudnak, tanulnak, magabiztosan használnak. De már, hogyha a táblázatkezelést nézem, vagy ami nagyon nagy hátrányuk, az internetes információ visszakeresés, gyakorlatilag csak a Google-ra korlátozódik. Ezen változtatni kell, én úgy gondolom, és ezek a fejlesztések nagyon-nagyon jó lehetőséget fognak alapot adni arra, hogy ez valóban fejlődjön. Önök módszertant is tanítanak. Milyen módszerrel és milyen ismereteket kell alapfokon vagy alapszinten megtanítani, amire lehet építkezni a digitális kompetencia fejlesztésnél még zárásként? Igen, én úgy gondolom, hogy a tanároknak teljesen más gondolkodást kellene megvalósítaniuk. Tehát magyarán akár biológia, akár fizika szakos az a tanárember, ezeket az eszközöket be kellene építeni az oktatásba. Tehát ma már neten elérhetők olyan anyagok, és rendkívül jó anyagok, amelyek alapján hát használhatja is órán, illetve fejleszthet is, önmaga is alakíthat ki ezek segítségével, célzottan arra, csoportra, osztályra, gyerekre akár. Amit mi megfigyeltünk, hogy a csoportmunka például megváltozott, nem csoportok, bocsánat, a frontális munka, nem osztályszinten zajlanak, tehát maguk a digitális eszközök használata megköveteli azt, hogy elsősorban csoport és egyéni feladatokat kapjanak a gyerekek. Házi feladat szinten is lehet használni, akár az okostelefont is be lehet építeni, bármilyen furcsán hangzik. Nem csak Facebook van a világon, hanem ma már egy okostelefonon akár kereshetnek is a gyerekek. A lényeg, hogy erre nyitottak legyenek a így pedagógusok. Van, tehát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött nagyon hozzám. Nagyon szívesen.